Mire használja Orbán az újabb felhatalmazást? Szétforgácsolódó baloldal, erősödő jobbik, helycsere várható a második helyen. Vendégeink Balogh Ákos Gergely, a Mandiner főszerkesztője, és Révész Sándor, a Népszabadság főmunkatársa. Jó estét kívánok, kezdjük a hírvitát, és folytatjuk az értékelést így a választás után, ahogy egész héten, de most talán egy kicsit másképp folytatnánk, mert hogy beszéljünk az emlékműről, aztán majd megcáfoltok, vagy nem, de én úgy látom, hogy ez egy szimptomatikus helyzet most a kormány, illetve az ellenzék szempontjából is, mert hogy Orbán Viktor azt ígérte, hogy majd lesz valamilyen konzultáció húsvét után, és ehelyett elkezdték két nappal a választások után ezt az emlékművet építeni, vagy legalábbis előkészíteni a helyszínt, tehát nem tartotta be azt, amit ígért. És az ellenzék is nagyjából ott tart, ahol a választások előtt, hogy késve reagál, nem tud nagy tömegeket megszólítani, ugye a híradóban a nézők is láthatták, hogy építik a kordont, lebontják a kordont, építik, megint lebontják, de nem tűnik úgy, mintha egy erős tömeget ezzel meg tudna szólítani az ellenzék. Egyetértetek azzal, hogy ez valamiféle jelkép, amit az emlékmű körül kialakul? Hát, jó estét kívánok, igen, mindenképpen eléggé látványos, és valóban sok szempontból jól tükrözi a választások után kialakult erőviszonyokat. Nem igazán értem, hogy miért kezdték el előkészíteni az emlékművet. Tényleg arra lehetett számítani, hogy legalábbis megfontolják, vagy megpróbálják megfontolni. És a tiltakozásnak az okát nagyjából értem. A mondani valóját azt nem mindig. Ma például, amikor arra bicikliztem, akkor azt láttam, hogy az van ráfújva, hogy nem épül itt náci emlékmű, meg sehol máshol se. Nem tudom, hogy ez mitől a náci emlékmű. Tehát egy náci emlékművet nem úgy képzelek el, hogy éppen a náci birodalom megerőszakolja a hófehér Magyarországot. Tehát, hogy ez teljes joggal lehet vitatni, de hogy ez nem egy náci emlékmű, azt elég biztosan merem mondani. Rögtön egyetérthetünk, persze ez nem náci emlékmű, ez a nácik szövetségesének az apologiáját kifejező emlékmű, ami más, de szintén nagyon súlyos. Hogyha a sas Németország, ami megint csak nagyon súlyos, mert hiszen egy olyan szimbólumról van szó, ami Németország egész ezer éves történetét jelképezi, szóval ezt azonosítani Hitlerékkel, ez egy nagyon-nagyon súlyos bűn. De hát az angyal, az meg a korabeli Magyarország, az meg a Német Birodalom szövetségese volt, és abban, hogy olyan tömeggyilkosság folyt le, amilyen abban a magyar, akkori magyar kormány mozgásterének kulcs szerepe volt, és ők az angyal. Ők az angyal. Ez nagyon-nagyon súlyos dolog. Tudatlanul egy német ellenes emlékművet sikerül létrehozni. Szerintem ez az emlékmű az egyébként, hogyha elkészül, akkor egy mestermű lesz, mert ezzel nagyon sok, nagyon különböző szereplőt siker úgy megsérteni, hogy egyébként senki nem igényli szerintem ezt az emlékművet. Tehát ugye, de akkor miért? Hogyha mondjuk... Én értem a szimbolikáját, hogy ott van egy szovjet felszabadítási emlékmű, az térnek másik nagyon hasonló fókuszpontjában, amit nemzetközi szerződések miatt nem lehet elbontani, és hogy akkor tegyünk oda még egy ilyet, és akkor mondjuk azt, hogy akkor itt van az egyik megszállás, itt van a másik megszállás, tehát azzal azt is átértelmezi, hogy ez nem egy felszabadítás, hanem az sem egy felszabadítási emlékmű, tehát ez még sérelmes lehet az oroszok számára, egyértelműen sérelmes a németek számára, gondolom Izrael meg az Egyesült Államok sem. Már magukkal az emlékművekkel is súlyos gondok vannak, ugyanis egy ország köztudatának, történelmi tudatának kisajátítása, egyáltalán a véleményének kisajátítása, az kilépés a demokratikus, plurális térből. Ott, ahol demokrácia van, jogállam van, minden ilyen emlékművet úgy fontolnak meg, hogy abban a közös halmazban van-e, abban marad-e, amit magáinak valhat egy ország, egy társadalom, a széleket leszámítva egészen.
és hogyha nem ilyeneket kezdenek el építeni, ez azt jelzi, ami az önmagát nemzetinek nevező, egyébként súlyosan nemzetromboló politikára mindig is jellemző volt, hogy meg akarja mondani, hogy egy plurális véleményközösségből mi az, ami nemzeti, ez maga a nemzet, ez mi vagyunk, és ennek a számára kisajátítjuk az országot, kisajátítjuk az alkotmányt, kisajátítjuk a szimbolikus tereket, kisajátítjuk a köztereket, és ez folyik az alkotmányban, a szabadságtéren, a Kossuth téren, mindenhol. Ez nagyon súlyos dolog. Kossuth téren például nem látom, meg több más esetben sem látom. Ennél az emlékműnél tényleg, hogyha azt keresem, hogy miért, akkor csak valami ötletszerűséget tudok elképzelni, és hogy miért megy az egész tovább, ott pedig csak azért isen kívül nem látok más okot. Tehát ez a... Mit kéne az ellenzéknek lépnie ebben a helyzetben? Miért nem tud erőteljesen, nyomásgyakorlóan fellépni? Azért nem tud, mert nem tisztázta az alapkérdéseket, illetve hogyha tisztázza az alapkérdéseket, akkor több részre bomlik. Például mik az alapkérdések? Egy szocialista részre és egy liberális részre például. Hát az ellenzék... Valamint egy radikális jobboldali részre, tehát azért azt is igen, pedig oda az ellenzék. Amikor kérdeztem, akkor a demokratikus baloldali ellenzékre vonatkozó, igen, vagy tőle elvárható reakció. Illetve egy ökopolitikai részre. A számomra a legsúlyosabb kérdés az, hogy az a viszonylag normálisnak tűnő gondolat, hogy Magyarország abban a helyzetben, ahol van, a világ mai állapotában egy polgári, demokratikus, liberális piacgazdaságként tudna érvényesülni a világban, és akkor ennek megvannak a törvényei, szabályai, ehhez szükségesek bizonyos reformok, és hát egy reprezentatív politikai erőnek ezt kellene tisztán képviselni. És valamikor a 90-es évek elején volt egy nagy blokk, amelyik ezt képviselte, választási szövetségben is voltak, az SZDSZ, a Fidesz, az Agrárszövetség, a vállalkozók. Ehhez képest ez ilyen minimálisan picire szűkült, összekeveredett mindenféle egyebekkel. Tudjási Péter szerint ugye ez a... A polgárosodásnak a doktrinája, azt annak idején a Fidesz még erőteljesebben képviselte, mint az SZDSZ, sokszor radikálisabban. Viszont azt mondja, hogy amikor ezt levezetik abból, hogy Orbán vagy megőrült, vagy csak a hatalom érdekli, akik ezt mondják, azok tévednek. Egyszerűen rájött, hogy erre mekkora fogadókészség a magyar társadalomban, hogy ő azt mondja, hogy kiszeretett ebből az egészből Magyarország, és más utakat keres. És ugye az elmúlt mondjuk 5-6-7 évnek a változásai a Magyarország környezetében, azok indokolhatnak egy ilyen kiszeretést, mert hogy mi korábban ugye egyértelmű volt, hogy be akarunk lépni a NATO-ba, beléptünk, be akarunk lépni az EU-ba, beléptünk, csatlakozni szeretnénk az eurozónához, és most ez az egész elbizonytalanodott. Tehát ez az eurozónával mi lesz néhány év múlva, kilépnek-e belőle mondjuk a peremországok, tehát mediterrán országok, vagy sem. Tehát, hogy a célok bizonytalanodtak el szerintem. Tehát amik eddig viszonylag konszenzusos, és tényleg a közvélemény számára is vállalható, meg kívánatos célok lehettek, azok most recsegnek, ropognak, és nem látszik, hogy... Hát pedig a világ ebben a tekintetben ugyanolyan, ha megnézzük, a hogy világ, melyek a... A világ megváltozott. De miért változott meg? Mi változott meg benne? Az változott meg, hogy a túlköltekezés, mindenféle piacellenes lépések, paternalista lépések, egyebek bedöntöttek egy csomó mindent. Ez eltávolodás a piaci logikától, ez okozott rengeteg garibát, főleg Dél-Európában, azaz eszement költségvetési politika, az a fajta gazdaságtámogatás, amit csináltak mondjuk Spanyolországban, az a fajta állami túltengés, bürokrácia, ami Görögországra volt jellemző. Hát ebből származnak a nagy válságok, és a szabályozási problémákból. Kitekintünk ugye... Bocsánat, csak
még egy dolgot. Én azt hiszem, hogyha Orbán Viktor valóban megváltozott volna, akkor azt onnan látnánk, hogy nagyon súlyosan ostorozza 20 évvel ezelőtti önmagát. Nem ünnepli a 26 éves Fideszt, hanem azt mondja, hogy az pontosan olyan volt, ami ellen vagyunk. De nem ezt mondja. Ritkán mondják ezt politikusok. Tehát az embereknek által a meggyőződése, hogy ők ugyanott maradtak, és a világ forgott körülöttük. De ami viszont állami politikus nem ezt mondja. Az kicsit más történet szerintem. Tehát ami állam és piac viszonyát illeti, szerintem azért nem lehet csak túlköltekezéssel és az állam szerepvállalásával magyarázni azt az egész helyzetet, amiben a világgazdaság és persze azon belül az európai gazdaság van, mert a 2008-as válság az jelentős részben pont a piac kudarca volt. A piaci szabályozásnak a kudarca, hiszen az Egyesült Államokból indult ki, ahol ezt a piac magának csinálta jelentős részben a mindenféle sokszoros áttételes ügyletekkel, amiknél ugye a végén már nagyon elszakadtak a mindenféle valós folyamatoktól, a virtuális pénzügyi folyamatok. Tehát én nem piac szabályozási kudarc, ez más. Ez tagadása is annak, hogy az állam rossz, és a piac képes megoldani a maga problémáit. Láthatóan nem képes. És ugyanígy az új erőviszonyok azok azt mutatták, hogy a megrogyó világhatalomnak tekintett óriási bankok mögé a legtöbb helyen az államnak kellett beállni, és nem fordítva történt. Tehát nem az történt, hogy megzuhantak államok, és aztán jöttek a különféle nagy amerikai bankok, és ők segítettek, hanem fordítva. A végső menedék az állam volt. Tehát az államnak a szerepe fel is értékelődött azzal együtt, hogy valóban a túlköltekezés az most sokkal nagyobb bűnnek, és joggal tűnik nagyobb bűnnek, mint néhány évvel korábban. Nem. Nézd, a piacgazdaságban ugye minden szereplő szeretné a szabályokat a maga javára megbontani, monopóliumokat kialakítani, jogtalan előnyökre szerteni, és így tovább, tisztességtelen szerződéseket kötni. Tehát ahhoz, hogy a piac működjön, annak az automatizmusai, annak a logikája, ahhoz egy folyamatos figyelem kell, folyamatos szabályozó szerep, és egy nagyon fontos területen. De akkor ez a láthatatlan kéznek szabályozó... a tagadása. Tehát Nem, ahhoz, hogy a láthatatlan kéz működjön, ahhoz a működési területét normálisan és gondosan kell szabályozni. Ezt mindenki így gondolta, pont aki azt mondta, hogy minimális állami szabályozás, és hogy a piac majd rendezi ezeket a mindenféle hiányosságokat és tévutakat, ez bukott meg, hiszen láthatóan... Senki nem. Hát akik doktrinál módon hittek abba, hogy az állam rossz, a piac jó. Miért gondoljuk, hogy lehet mindenki? Az állam tulajdonosként rossz, de nem szabályozóként, hogy az állam tulajdonosként milyen rossz, ezt láthatod mindenben, amit a Fidesz államosított. Miért gondoljuk azok azt, már hogy mind leszességesek, és elvesztették az értéküket. Általánosságban lehet beszélni, és nem mondjuk azt, hogy lehet, hogy a német állam valamit jobban csinálna, de lehet, hogy a magyar állam valamiért nem tudja olyan biztos, jól csinálni. Biztos, hogy komoly különbségek vannak egyes államoknak a működő képessége, az ereje, a végig gondoltsága, meg nagyon sok szempontból. Tehát itt inkább ez az általános dologról beszéltem én, tehát hogy a piac versus államfelállásban. Jó, és hogyha ezt lefordítjuk a magyar államra, akkor ezt ugyanúgy tartod? A magyar államnak számos hiányossága és nehézsége van. Szerintem általában véve azért nem igaz, hogy az állam rossz tulajdonos és a piac jó tulajdonos, vagy a versenyszféra jó tulajdonos, de az biztos, hogy komoly gyanakvással érdemes figyelni minden esetben, amikor az állam olyan, tehát hogy kiterjesztően értelmezi magát. Képes arra, hogy mondjuk a magyar állam a jó tulajdonos legyen, mint mondjuk egy skandináv állam? Szerintem elméletileg igen, hogy ez milyen időtávon lehetséges. Valószínűleg a kettő közötti átmenet, ahogy nagyon sok egyéb szempontból is, kulturálisan, gazdaságilag az észak és a dél, a kelet és a nyugat közötti zónában vagyunk. A piacon van egy csomó rossz tulajdonos, és azok mind megbuknak, és nem az én pénzemet játsszák el, hanem a sajátjukat. Ez egy óriási különbség. Az állam
piaci szempontból azért rossz tulajdonos a piaci tulajdonosokhoz képest, mert nem profitorientált, mindenféle egyéb szempontjai vannak. Lehetnek olyan dolgok, amiket az államnak kell tulajdonolnia, de tudni kell, hogy ez pénzbe kerül, ez egy hatékonysági deficit. Ha valamilyen nagyon súlyos okunk van rá, akkor szűk körben ezt lehet, és akkor ennek meg kell fizetni az árát, de tudni kell, hogy ez kivétel, ezt nagyon szűk körbe kell tartani, és a Fidesz meg pontosan az ellenkezőjét teszi. De sok esetben nyugat-európai államokban sem szűk körben van ez. Tehát például ott, ez van, ott van annak az ellentmondásossága, hogy a Magyarországon mondjuk teljesen piacinak tekintett energiaszolgáltatóknak könnyen lehet, hogy a végén valamelyik nyugat-európai köztulajdonban lévő intézmény a tulajdonos, akár francia, akár német intézményről van szó. Tehát, bocsánat, és ugye itt olyan területekről van szó, amik nem... Akkor legalább a francia adófizető kockáztatja a pénzét, de egyébként ebből nagy problémák voltak. Szecsör is ezért adott el mindent. Ideológiai síkról most visszaváltunk nagyon gyakorlati kérdésekhez. Megnézzük, mi a második témánk. Szétforgácsolódó baloldal, erősödő jobbik, helycsere várható a második helyen. Ugye annyit tudunk, hogy a 2010-es eredményéhez képest a Jobbik 150 ezer szavazat pluszt kapott, vagyis úgy tűnik, hogy feljövő ágban van, sunkban van az önkormányzati, illetve az EP választás előtt. Miközben a másik oldalon az ellenzék szavazatai szétforgácsolódnak vélhetően a külön lista miatt a baloldali ellenzék részéről. Mire számítotok? Valószínűleg a Jobbik második hely a papírforma a dolog jelenállása szerint. Igen. Ezen a választáson talán a Jobbiknak a szavazói lesznek a leglelkesebbek. Tehát mind a kormánypártoknál, vagy kormánypártnál, mind a baloldalnál komoly motivációs kérdőjeleket látok, hogy mennyire lesznek lelkesek a szavazói, és egy nagy... sötét, vagy fekete ló, az pedig az LMP. Tehát még az LMP-ről épp úgy álltam képzelni, hogy még egy választáson nem jön össze, meg az is, hogy mondjuk két mandátuma lesz az európai parlamenti választáson. Hát a 20% az 20%, ez mozoghat pár százalékkal ide-oda, ez nem több és nem kevesebb attól, hogy a többi párt... Szerintem sokat mozoghat, mert egészen más részvételi arányjal kell számolnunk. Tehát nem 60% közeli, hanem valószínűleg a 40%-hoz jóval közelebb lesz. Magyarországon még viszonylag magasak szoktak lenni az EP választási részvételek, Szlovákiában ez 30%, és Európa nyugati részén is. És egy ilyen helyzetben egy motivált és harcra készülő szavazótábor, az akár megdöbbentően erős Jobbikot is eredményezhet. Igen, ez kétségtelenül így van, de igen, hát ez így van. Az elmúlt időszakban nagyon sok statisztika... Nem ez a kérdés, hanem azért az a kérdés, hogy jutottunk ide. Igen, méghozzá oda, hogy nézzünk egy másik adatot is, hogy ugye volt egy térkép arról, hogy hány helyen végzett második helyen a Jobbik, és ez egy megdöbbentő kép, hogy 106-ból 41, ha jól emlékszem, és korán sem csak Kelet-Magyarországon, hanem sok nyugati körzetben is. Ezzel mi a teendője? Mondjuk nézzük elsőképp a Fideszt. Gyakorlatilag, hogyha a Budapesten kívüli Magyarországot nézzük, és különösen, hogyha a Budapesten és nagyvárosokon kívüli Magyarországot, akkor a Jobbik lett a második erő. Ehhez képest furcsa volt, hogy mennyire szomorúak voltak vasárnap este. Megbukott a kormány. Igen, ők ennél, hát választókerületek úgy néz ki, hogy felét ez az oldal, a felét a másik oldal viszi el. Hát jó, de 37, meg majdnem 9%-a, 46%-a volt az ellenzés. Ez nem olyan nagy sajátosság, tehát ez számos más európai országban is jellemző, hogy a főváros az balra, meg liberális irányba. De mi van azzal a Fidesz stratégiával, hogy inkább elveszik a Jobbik szavazóit, így szívva el a levegőt, meg a témáit, és ez nem jött be. Így van, akkor most mi lesz a stratégia? Nem tudhatjuk, hogy enélkül mennyi szavazó lett volna a Jobbiknak, és mennyi a Fidesznek. Az látszik, hogy vasárnap este Orbánnak a győzelmi beszédében ez volt talán a legerősebb mondat, amikor azt mondta, hogy nem értenek egyet a Jobbikkal, szükségünk van az Európai Unióra, ami szerintem azt jelenti, hogy innentől kezdve riválisként
még inkább riválisként tekintenek a és Jobbikra. És ez mit jelent? Hát valószínűleg az, hogy rájuk is lőni fognak. Eddig nem nagyon foglalkoztak velük. Hát igen, ez az. Szóval az úgynevezett baloldalon, én nem szeretem ezt a kategóriát, de mindegy, az a fölfogás, hogy van egy abszolút választóvonal, és ezen a nácik és a hasonlók túl vannak. A Fidesz ezt a választóvonalat sokféleképpen feloldotta. Szóval van egy kömény választóvonal, és azon túl van a Jobbik. A Fidesz számára ez nem így volt. A Fidesz örömmel fogadta, amikor 2006-ban a Jobbik felszólította a választóit, hogy szavazunk a Fideszre, amikor Tarlós elfogadta a Jobbik támogatását, kifejezetten tagadta, hogy ez egy szélső jobboldali párt lenne, a Vona Gábort, a Orbán Viktor behívta a nemzeti körébe, ami ugye demonstráció volt, és a jobboldali sajtóba belefolyt. Tessék? Tehát akkor Vona Gábor még fideszes volt, akkor 2002-ről beszélünk. Hát 2002 után, de a Jobbik már akkor is megvolt, csak még nem volt külön párt. Az egy egészen más Jobbik volt. A Jobbik egy összeegyetemi szervezetként indult, és messze nem volt ilyen radikális, mint ma. A Csirályban lévő Jobbikot nem lehet összehasonlítani mondjuk a 2010-es Jobbikkal. Ez igaz, de mondom, a későbbiek során sem volt meg ez a választóvonal. És a jobboldali sajtóba, a mainstream sajtóba, ami a kormány támogatja, abszolút bele lehet folyni. Úgy, hogy valaki isteníti az Imrédit, a Prónaiékat, és egyéb szörnyetegeket. Tehát itt föloldódott egy választóvonal, és ugye a Fidesz a média túlnyomó részét kisajátította. Ennek most vége lehet? Azt nem tudom. Ebben a túlnyomó részben teljes erővel támadta a kormányváltó koalíciót, egyáltalában nem, vagy nagyon kevéssé a Jobbikot. Ennek az egésznek az volt az üzenete, hogy a Jobbiktól nem kell félni, viszont a Jobbik megígérte simán, hogy megoldja a kisemberek legsúlyosabb problémáit, holott a megoldásai azok a legszörnyűbbek és legtragikusabbak a magyar történelemben. Az biztos, hogy vasárnap nagyon, vagy hát valószínűleg ez már korábban történt, de vasárnap láthatóvá vált, hogy teljesen megváltozott a magyar politikai piacnak a szerkezete. Több szempontból is. Tehát lehet azt mondani, hogy háromosztatúvá vált. Érdekes módon ugye még mondjuk az MSZP mindig elmondja, hogy a Fideszből mennek az emberek a Jobbikba, és hogy összejátszik a két szervezet. A Fidesz mindig elmondja, hogy itt kiábrándult szocialista szavazókról van szó. Az igazság mindkettő. Tehát, hogy most kialakult egy az olyan... Az első az kicsit igazabb, legalábbis az általános. Igen, kialakult egy olyan versenyhelyzet, még vegyük ide az LMP-t is, hogy például Tölgyesi Péter ugye azt mondja, hogy nagyon zárt és két tömb van, és hogy nincsen átjárás, ez szerintem egyáltalán nem igaz. Pont ennek az ellenkezője történt, hogy a Fidesztől van az LMP felé áramlás, az LMP-től is elképzelhető a Fidesz felé, ugyanúgy az LMP és a Jobbik között, LMP és a kormányváltók között, Jobbik és Fidesz, Jobbik és MSZP között. Jó, tehát meglepően kinyílt a politikai piac. Te nem tudod, te meg azt mondod, hogy szerinted a Fidesz most sokkal határozottabban fog fellépni a Jobbikkal szemben. Igen. Mit tud lépni az ellenzék, mert most azért látszognak olyan hangok, hogy negligálni már nem lehet a Jobbikot, beszélni kell azokról a témákról, meg a pártról, amit behoznak, viszont sokakban felmerül, hogy oké, hogy beszélnek róla, de mit tudnak mutatni, mit tudnak alternatívaként mondani. Hát Szigetvári Viktor mondott egy konkrétumot, hogy a kis települések közbiztonságáról, meg a kis települések lakók gondjairól többet kell beszélni. Legalább 4 éves fáziskésés, igen, ebben, hogy pontosan nem arról van szó, hogy mondjuk a falvaknak a lakói azok különféle szélső jobboldali szimpátiából fogadták volna örömmel a gárdát, hanem azért fogadták örömmel, mert azt mondták, hogy legalább addig rend volt, amíg ott van, és hogy amikor félelemben teltek a mindennapjaik,
akkor őket nem érdekelte, hogy egyébként ezek kicsodák, micsodák, úgy érezték, hogy végre valaki foglalkozik velük, és végre valaki akár ideiglenes, akár nem ideiglenes, de biztonságot hoz. Ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon reális és súlyos problémák növelték fel annak idején a nyilas mozgalmat, és akkor, amikor igazán erős volt, nem akkor, amikor hatalomra jutottak, hanem a 30-as évek második felében, amikor tényleg több százezer ember volt ott, tehát amögött ott volt az egész hatalmas szociális nyomor és lecsúszás, tehát hogy a nyilas mozgalom akkor fölnőtt, amögött ott volt egy teljesen irracionális társadalmi-gazdasági szerkezet, amit horték, konzerváltak. Na már most ebből a szempontból kell megnézni ezt is, hogy itt van egy 25 éves, nagyon súlyos mulasztás, hogy a mély szegénységgel mit lehet kezdeni, mert ez a dolog kulcsa. Ne essünk abba a tévedésbe, hogy a Jobbikot csak a mély szegénységben élők támogatják. Nem, de ez egy nagyon-nagyon súlyos ügy ebben, és ez nagyon fontos forrás, a legfontosabb, nem az egyetlen, de a legfontosabb forrása. Ez a komplet politikai elit mulasztása. Tehát mély szegények, mint bázis, vagy pedig a mély szegénység, mint probléma, ami felhajtó erre a Jobbiknak? A mély szegénységben általában politikailag névtelen és legkevésbé tudatos emberek élnek természetes módon. Tehát azt teljesen esetleges, hogy hova szavaznak, hogyha szavaznak. Hanem a jelenlétük, mindaz, ami vele jár, a félelem, amiről beszélsz. Ugye itt alapvetően két stratégia van. Az egyik, hogy folytatok egy inkluziós politikát, amihez olyan oktatási rendszer tartozik, amihez integráció tartozik. Egy olyan újraelosztási politikát, amiben meglehetősen sok pénz jut arra, hogy távlatos programok legyenek. Vagy pedig ettől az egésztől elfordítom a fejem, és 25 éven keresztül nagyon sokan elfordították, a Fidesz pedig pontosan az ellenkezőjét tett. Tehát az egy hallatlan dolog, hogy ahol a mély szegénység a társadalom legsúlyosabb problémája, hogy egy olyan újraelosztást hajtanak végre, amiben a felső ötöde, tizede az országnak marhára jóját, oda lappátolom el a pénzt legalulról, és a legalul lévőket meg teljesen kiszolgáltatom. Ez muszáj befejeznünk. Jó. Elnézést kérek. Azt jelenti, hogy csak a Jobbik stratégiája van. Köszönöm szépen a figyelmüket, az egész heti figyelmet. Hétfőn megint lesz hírvita, most híradó és egyenes beszéd. Szép estét, maradjanak velünk.